A kőszegi Júri Sicsvár minden szegletében más-más mozgásformával ismerkedhettek az érdeklődők. A lovakteremben a kreatív gyerektánc és az esztétikus testképzés is színpadra került, a közházban pedig balettet tanulhatott bárki. Ez az 5 éves kislány anyukája szerint otthon is a forgásokat és a spiccelést próbálgatja. Már kiskorától fogva balett szeretne lenni, úgyhogy nálunk a balett a nyerő. Jár is valahova talán? Még nem, azért jöttünk el ide, hogy itt hátra kapunk több információt, hogy hol tudnánk elkezdeni még az alapoktól. Az udvari nagyszínpadon egymást váltották a különböző stílusok, a Hajnalcsillag néptánc együttes a hagyományos néptáncokhoz és a népi játékokhoz csinált kedvet, de felléptek a hastáncosok és a hip-hop kedvelői is bemutatkoztak. A Westside Tánc Sport Egyesület Szombathelyen 24 éve működik, ma már 100 feletti létszámmal, de Kőszegen is van tánciskolájuk. Szerintem azért nagyon fontos a tánc, mert magabiztosságot ad, önbizalmat ad, hatalmas kiállást ad a gyerekeknek, ugyanakkor nagyon-nagyon csapatszellemre nevel. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos. A Prima Dance Tánc Sport Egyesület a társas táncot népszerűsítette. Igazából érettebb emberek léptek most fel a színpadra, azért, hogy kicsit népszerűsítsük azt, hogy társasági táncformában is lehet úgymond közösségi életet élni, és mindenki megtalálhatja benne a számítását, be tud mutatkozni, jól érezni magát a közösségbe. Szeptember 20-án egy időben 10 városban tartották a nagy táncválasztót. A házigazda a most 30 éves Dance Jam tánccsoport számos országos sikerrel büszkélkedhet, vezetőjük pedig idén vehette át a Táncpedagógusok Országos Szövetségének NIVO díját. Kőszegen 13 féle tánccal ismerkedhettek meg az érdeklődők. És nem csak táncstílusok, hanem korcsoportokban is történnek az órák, az óvodástól egészen a szenior korosztályig, mivel hogy idén egy picit az idősebb korosztályt céloztuk meg, hogy ne csak a gyerekek, ne csak a fiatalok, hanem az idősebbek is nézzék meg, hogy milyen lehetőségek vannak. A rendezvényen való részvételt regisztrációhoz kötötték, és figyeltek az egészségvédelmi szabályok betartására is.